családi napunknak a délutánján, és külön kiemelt szeretettel köszöntöm Jókaján a Kossuth Díjas írónőt. Vele már ismerjük egymást régenről is, most szólt rám, hogy csak Annának hívjam, hiszen régi ismerősek vagyunk. Amit én megismertem az ő személyében és az ő előadásában, azt nagyon értékesnek találtam, és arra gondoltam, hogy mindenkinek meg kell hallgatnia azt a lélekbuzdító előadást, amelyet ő visz az emberek közé, mert valóban lelkesít bennünket, és azt kérjük ma is tőle, hogy lelkesítsen és buzdítson bennünket, hiszen sokszor keserbünk, sokszor nyomorgunk, nyavaljunk, de hiszem azt, hogy tudunk mi még boldogan együtt is lenni, tudunk egymásra támaszkodni, tudjuk egymást segíteni, bátorítani. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Isten hozta közöttünk, és érezze otthon magát, és hát átadjuk most már a szült szót. Azt hiszem, hogy ez a mai délután remekül példázza az evangéliumi üzenetet, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igényével. Tudnék, a kenyéren már túl vagyunk. Kedves meghívásokra megkóstoltam a finom pörköltet. Nagyon ízlen, nagyon jól esett. Finom süteményeket is ettem, akik sütötték. Azt gondolom, hogy amikor eleget tettünk ennek, ugyanígy a földön vagyunk, addig enni is kell, akkor talán rá tudunk szállni egy órát, hogy úgy hallgassanak meg egy messziről jött embert, aki ilyenkor nem elsősorban íróként, nem elsősorban közéleti emberként beszél, hanem mint egy olyan valaki, aki az életének a tapasztalatait szeretné megosztani honfitársaival, azokkal az emberekkel, akik nem akarják az életüket teljes sötétségben leélni. Ez egy rendkívül fontos dolog ma számunkra, és én úgy gondolom, hogy ha a spirituális alapokat nem találjuk meg, akkor semmi jóra nem számíthatunk. A dolognak ez a lényege, hogy meg tud-e az emberi lélek újulni. Tud-e valamiféle olyan fogódot találni, amiben akkor is belekapaszkodhat, amikor körülötte óriási viták dúlnak, és amikor úgy érzi, hogy sok esetben mindenféle ostobasággal is tartálni akarják. Én azt tudom önöknek mondani, hogy amióta író vagyok, sőt, amióta az eszemet tudom, most már 22 könyvnek a birtokában, végig úgy gondoltam, és végig igyekeztem úgy dolgozni, hogy a legfontosabb dolgokról szóljak, a legfontosabb kérdésekről, amelyek engem is érintenek, és az én életemet is befolyásolták. Én hála Istennek nem rögtön lettem író, tehát nem az iskolai elvégzése után azonnal, mint ahogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy rögtön sikerülni kell valaminek, hanem nagyon sok mindent jártam végig az életemben. A többek között azért, mert először nem vettek fel az egyetemre. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy azt mondta az egyetemi vizsgáztató bizottságnak egy tagja, óvatosan közölte velem, hogy hiába van az embernek jeles érettségie, velem az a baj, hogy én nagyon sötéten látom a fiatalságnak a jövőjét, nem látom rózsaszín színben a fiataloknak az életét, és azért nem alkalmas ez az egyéniség, nem alkalmas arra, hogy tanítson. Hát aztán én magamban azt gondoltam, amikor később aztán mégis bejutottam az egyetemre, hogy nem olyan fontos, hogy az ember rózsaszín színben lássa maga körül a világot, hanem az, hogy őszintén lássa, és ami nem jó és ami nem tetszik, azt próbálja meg kijavítani. Tehát nem arra van nekünk szükségük, hogy rózsaszín felhőkön terpeszkedve azt gondoljuk, hogy majd minden magától megjavul és minden jó lesz. Én valóban kritikus ember vagyok, kritikusan nézem az emberi létet is, de egy dologban biztos vagyok, hogy van egy olyan kóborzom, amit nagy szeretettel és nagy alázattal mindenkinek fel tudok kínálni, akinek az életében nem ismeretlen az a fogalom, hogy Jézus Krisztus. Elmondok önöknek valamit, ami engem először nagyon megdöbbentett, és úgy voltam vele, hogy egy kicsit meg is sértődtem a világra, hogy történik az, hogy a legszebb dolgok is néha azonnal lezuhannak a legalsó kocsolyába. Az egyik kötetem, a Mérleg nyelve című meditációs és eszékötetem megjelenésekor történt, hogy felhívott egy újságíró.
hát többen hívtak, de ez egy nevezetes beszélgetés volt, nem tudom a nevét sem, azt tudom honnan hívott, tudja, hogy nagyon elfoglalt vagyok, de ugye itt van ez a cím, amit az eszékötetemnek adtam, ez a címe, hogy a mérleg nyelve. Azt mondja, hát akkor, kedves írónő, ez egész biztos politikai iratoknak a gyűjteménye. Mondom, uram, hát honnan gondolja? Hát mert ezt mindenki tudja, hogy a mérleg nyelve az egy politikai fogalom, az egy bizonyos pártot jelöl. Akkor mondtam, ez a szegény Ipse is jól ismerhetne, azt gondolja, hogy erről írtam kétkötetes könyvet. Mondom, uram, én elmondom magának őszintén, hogy nekem az én életemben mi a mérleg nyelve. De gyanítom, hogy be fogjuk fejezni a beszélgetést. Hát tessék mondaná, mit jelentett akkor, hogy a mérleg nyelve? Az uram, a 2000 év óta a világban létező Jézus Krisztusi bölcsesség. Tetszik tudni, ilyen egyszerű. A mérlegnek van nyelve, és az Jézus Krisztus. Hát, drága barátaim, olyan csönd lett a telefonnak a másik végén, mint egy terrorista fölrobbantotta volna a vonalat. Úgyhogy elképzeltem, hogy ez a szegény ember fölhív egy úgynevezett híres embert, ugye? Csak az a híres ember, az nem ilyen nyakatekert, körmönfolt dolgokkal próbálja az igazát igazolni, hanem azt mondja neki, hogy Jézus Krisztus. Hát szegényben megrendült a világ. Még vissza is kérdezett, azt kérdezett, hogy kicsoda. Na most itt nekem sajnos vannak hibáim. Egyik hibám az, hogy a keresztény türelmet nem mindig tudom gyakorolni. Nagyon szeretném, de vannak olyan pillanatok az életemben, amikor elszakad a célnak. Ez is egy ilyen pillanat volt. Hát uram, befejeztük a beszélgetést, letettem a kagylót, és elkeseredtem. Itt állunk, ami a legnagyobb, a legtisztább fogalom is, rögtön devalválódva. És akkor elkeseredtem, aztán eszembe jutott, hogy tulajdonképpen az én Istenem egy nagy segítséget adott nekem. Azt a segítséget adtam, hogy amikor azokról a dolgokról beszélek, amelyek nekem fájnak, vagy amelyek örülök, vagy amit szeretnék látni az emberiség és a jobbsorsa érdemes hazáknak az életében is, akkor tulajdonképpen nekem egy dolgom van. Azt kell megnézni, hogy az a Jézus Krisztusi üzenet, az a Jézus Krisztusi tett, ami 2000 évvel ezelőtt megváltoztatta a Földet, valójában mit mond? És akkor, ha megfoghatom ezt az erőt, ez mindig megmondja, hogy mi az igaz és mi a hazugság. Ilyen egyszerű. Tehát én úgy élek, hogy a mérlegnek van egy nyelve, ezt a mérleg nyelvét számon tartom, és úgy gondolom, hogy minden olyan hit, minden olyan tudás, amelyik Jézus Krisztus személye körül összpontosul, az óriási segítség abban, hogy az életünket éljük, és hogy a vita témáinkról valahogy úgy tudjuk letérni, hogy meg is tudjunk állapodni valamivel. Mert az embernek az a legnagyobb baj, hogyha nem tudjuk, hogy mihez viszonyítsuk a dolgokat. Az egyik ember erre mondja, hogy jó, a másik ember arra mondja, hogy jó. Ha nincs objektív mérce, akkor nem tudod, hogy mitől jó a jó, és mitől rossz a rossz. Én ezt az objektív mércét szeretném az életemben megélni. Nekem az a tudat, hogy megjövünk ebbe a világba több-kevesebb szerencsével, és bizony nagyon sok bajlódással végigélünk egy életet, és utána eltávozunk innen. Ebben csak az adja az értelmet, hogy hiszek benne, sőt tudom, hogy az ember érkezik ide a földi világba, és egy bizonyos tekintetben tovább él, a biológiai halállal nem ér véget a holtak éppeni emberi élet. Ha ebben nem hinnék, akkor nincs értelme semminek. Hát tessék mondani, mennyit kell ebbe az életbe szenvedni. Mennyi minden olyan dolog van, hogy érezzük, hogy néha olyan nagy terhek vannak rajtunk, hogy nem is bírjuk ki. Hát hogyha nem volna ennek értelme és célja, akkor már réges-régen elpusztult volna az emberiség. Nekem, hogy ebben a materializmusba hajló pénzéhes világban, mint amire többé-kevésbé élünk, ezt a fajta látásmódot, ezt a fajta irodalmat mégis nagyon sok ember megbecsüli. Én ezt Isten kegyelmének érzem, és azt mondom, hogyha valaki egy kis többletet kap, az nem azért kapja, hogy a saját dicsőségére szórakozzon bele, hanem azért, mert a többiek javára is használnia kell. Én azt gondolom, hogy az értelmiség és ezen belül a szellemi ember Magyarországon nagyon sok bűnt követett el, amikor hagyta Ebek 30-adjára a lelkeket ebben az országban.
Magyarországon. Sokkal többet kellett volna beszélni, sokkal őszintébben kellett volna szólni, és sokkal felelősebben kellett volna megnyilatkozni. Elképedek, mert akkor ez nem nyitott, szegénynek valami baja történt. És hihetetlen mértékben sajnálom, nem megzetés van bennem, én ezt a fogalmat nem ismerem, de óriási részvét, hogy szegényként, hát mire jutottál? De helyette azt mondják, nyitott, beviszlek egy középiskolai osztály Budapestről, az jellemzarany gyalázatos Budapestről, amiben jelenleg élünk. Beviszlek egy középosztály, egy középiskolás osztályt hozzá, hogy tanulmányozzák a művész úrnak az életét. Tessék, mert az nyitott. De szerencsére a fiatalokban volt a nyitottos ösztön, hogy végül csak két árva fiú maradt a művész úrnak a asztalánál. Azok is azért, mert nagyon jókat tudtak borozni, és hajnalig ott elpiálgattak csendesen. Tehát valami baj van, amikor azt mondják nekünk a világban, hogy, hogy minden áron nyitottnak kell lenni. Én pedig azt mondom, hogy nem mindennek kell nyitottnak lenni. A nyitottság az akkor pozitív fogalom, hogyha valami jóra nyitjuk ki a lelkünket. Hát bizonyára emlékeznek arra a kedves népmesére, amit még tanárkoromban én is gyakran tanítottam. Otthon marad a három kecske gida egyedül, elmegy az anyukájuk, és jön a nagy büdös farkas. Na most ezeknek a nagy büdös farkasoknak az a természetjük, hogy meg akarják zabálni azt a friss húsikát, ugye? Na most akkor mi van? Hát még az a három oktalan állat is kiszól, amiért beengedi a farkast, kiszól és megkérdezi, hogy ki vagy te? Te vagy az anyám? Ez bizony minden keresztény embernek fel kell tenni, amikor föl akarják törni a lelkének az árját. Ki kell tekinteni ezen a kémlelő ablakon, és meg kell nézni, ki beszél, ki honnan érkezett. Hát igaz, hogy már a mesében is úgy van, ez a nagy büdös farkas, ez nagyon okos, mert a ronda szőrös mancsát belehempergeti valami lisztes katyalékba, benyújtja, ó, fehér a keze, jaj, de drága, gyere be! Beismeri, meg is ette a kecske vidákat. Hát ugye manapság ez lehet, hogy úgy zajlik, hogy fehér gazdékesztyűvel történik meg ez a behatolás a lelkünknek az ajtajára. Nagyon meg kell nézni mindig, hogy mi van az utca alatt. Igen, mindenkit meg kell engedni, aki irtalomra vár, aki segítséget vár tőlünk, mindenkit, aki egy olyan érvényes üzenetet hoz, ami most érkezik el a világba Isten felől. Hát hogy ne kellene beengedni? De bizony a rossz erről el kell zárni a lelkünket. Hát én gondolom most, amikor eljöttek erre a kedves családi napra, azért olyan modern nyitott ember nincs önök között, aki azért, hogy megfeleljen a kor követelményeinek, még ki is fűzött egy cédulát az ajtóra, hogy kedves rabló, tessék besétálni, hát nem mi nyitottak vagyunk, hát minek a kulcs, semmi, nyitottak vagyunk. Hát ha vigyázunk a nehezen megszerzett kis anyagi javainkkal, hát csak a lelkünkbe lehet bele taposni sáros csizmával. Oda teszünk ki a cédulát, hogy persze, nyitottnak kell lenni. Nem. Igenis, abban az esetben, ha rossz felől jönnek a betolakodók, akkor ezt az ajtót a lelkünkből nem szoktuk nyitani. Jól tudják önök az evangéliumról, hogy az az ördögi erő, ami el akarja venni Krisztustól, ami Krisztusé, az annál nagyobb erővel jelenik meg a világban, minél közelebb van az emberhez Krisztus. Ennek a gonosz erőnek nem az kell, hogy a maradékot, a selejtet egye meg, neki mindig az kell, ami a legjobb. A velünk, az agyunk, a szívünk, a lelkesedésünk, a hitünk, ez bizony betör. Erre nagyon kell vigyázni, mert ezek az ellentét erők, ezek végig támadják azt a krisztusi megváltási gondolatot, ami 2000 év óta megváltoztatta az egész emberiségnek a létét. Na most ebből következik, hogy rendkívül fontos az is, hogy amikor megjelöljük az életünknek a célját, hogy miért élünk, akkor a fiatal emberek ne essenek annak a martalétául, hogy elhiszik azt a másik divatos baromságot, hogy tulajdonképpen arra kell berendezkedni, hogy a szingli lét, ez az egyedül élés, az valami nagyon finom dolog. Bizonyára ismerik ezt az elméletet. Amikor beül valamelyik gyalázatos kibeszélő műsorba, beül egy ügyeletes celeb, akiktől Isten mentse mindenkit, mint mintától, és azt mondja, hogy ő neki nem is kell senki, neki nem kell társ,
mert ez így jó, így szabad, így csinál nagyobb karrier, több pénze marad, senki nem akadályozza. Szerelem, hát olyan már nincsen, mondja ügyeletes csepp szelemünk, mert ez csak egy kémiai vonzalom, egyik nap egyik, másik nap a másik. Hát ez az életnek a tökéletes levalósítása egyébként. Na most a szingli létezés, a berendezkedés arra, hogy egyedül maradni, hogy nem alapítani családot, hogy nem szülni gyereket, hogy senkiért nem vállalni felelősséget, ez egy rendkívül káros gondolat, hogy magát az isteni művel támadja. Hát a magasságos Atya Isten hogyan tudná a világnak a sorsát tovább bonyolítani, tovább vinni, ha az ember egyszer azt mondja, hogy kérem szépen, én itt megállok, nekem nem lesz gyerekem, nekem nem lesz társam, álljon meg a meg is állna. A Teremtő Isten könnyei között kellene befejezni ezt az emberi küldetést, az ember butasága miatt. Ennek igenis ellen kell állni. Ez egy gyilkos ideológia. Nem szabadság ideológia, hanem a szabadosság ideológiája, a pusztulásnak az ideológiája. Az is igaz, hogy néhányan összetévezték a szintli létet, összetévezték azzal, hogy valaki magányos. Hát, tehát a barátaim most, akik ilyen szépen összejöttünk, gondolom többnyire családban élnek. De kevés olyan embertársunk van, aki életének bizonyos szakaszaiban nem volt magányos, vagy nem lesz magányos. A magányosság az nem szingliség. A szingli az, aki ezt eltökéli, hogy ő az akar lenni. Ez a differencia. Akit viszont egyedül tart a sorsa, az Isten nagy megpróbáltatását él. Az egy óriási megpróbáltatás egyedül élni. Nagyon sok bájos fiatal nő, tetrekész férfi él ma Magyarországon is egyedül, mert nem találta meg azt az embert, azt a lányt, azt a férfit, akivel össze tudná kötni az életét. Minden este úgy alszik kell, hogy édes Istenem, küld már el nekem. Hát ők szintlik, hát ők nem szintlik, ők vágyják ezt a társast. Az életét megért idős asszony vagy férfi, aki belül elmegy a társa, átköltözik egy más mezőre, és ott marad egyedül, és sokszor éveket él úgy, hogy az ajtaját sem nyitja rá senki. Hát a szintli, az egy magányos ember. Egy magányos ember minden fájdalmával együtt. Ezeket szeretni kell, segíteni kell, és be kell emelni Isten szeretetébe. De szintlinek lenni, elhatározni, hogy nekem senki sem kell, ez elpusztítja nem csak az országot, nem csak a nemzetet, hanem elpusztítja magát Istennek a művét is, mert Isten úgy képzelte és úgy teremtette az embert, hogy korról-korra folyamatosan, hát úgy mondjam, egyre bővülő elmével és egyre nagyobb tapasztalattal lelkesítse át ezt a földet, ezt a bolygót. Igen, nekünk, akik úgy gondoljuk, hogy nem csak formálisan vagyunk keresztények, keresztények, hanem valóban él bennünk valami a krisztusi igazságból, nekünk óriási felelősségünk van a világban, hogy nagyon határozottan, nagyon csendesen, de minden fórumon kinyilvánítsuk, hogy mi ezt az életet nem választjuk. Mi azt az életet választjuk, amelyik továbbadja a dolgokat, amelyik segíti az utána érkezőket, és hisz valami alapvető emberi értékben. Na erre szokták nekem azt mondani, másként gondolkodó embertársaim, hogy hát igen, de hát ez egy konzervatív felfogás. Nektek keresztényeknek olyan konzervatív felfogásotok van, konzervatív vagy. Na most Magyarországon ezt a szót, hogy konzervatív, ezt olyan gondolat tudják kiejteni, mint hogyha egy többszörös bűnözőről lenne szó. Én esküszöm önöknek, amikor azt a szerencsétlen Viszkis Rablót a sajtó fölkapta, a Viszkis Rabló nagyobb tisztesség övezte, mint ha ma valakiről azt mondják, hogy ez egy konzervatív, ez nem halad a korral. Hát valamivel nem is kell együtt haladni, a csaposokkal nem kell együtt csaholni. Ez megint egy más dolog. De a konzervatív szó az nem azt jelenti, hogy az ember buta, az nem azt jelenti, hogy bigott, az nem azt jelenti, hogy nem kíváncsi arra, hogy mi új érkezik a világból, hanem igenis hisz abban, hogy vannak olyan alapvető örök értékek, amelyeket konzerválni kell. Ezért konzervatív, mert mi úgy vagyunk vele, hogy meg tudjuk összegyűjteni. Hát sokszor arra is gondolunk, hogy a sajátos lelki tartósító szereinkkel megtüszködve jól zárható dobozkákban bedobjuk a létóceánba, és még 2-300 év múlva is, ha valaki kihalásza, akkor tud belőle valamit fogyasztani.
igen, hiszünk abban, hogy van valami, ami örök, hiszünk abban, amit nem lehet és nem szabad tönkretenni, konzerválni akarjuk. Ezért vagyunk, tehát szó ilyen értelmében vagyunk konzervatívak. Nem úgy, hogy nem érdekel minket, ami új, nem úgy, hogy nem tudjuk befogadni, amely a világba újonnan érkezik. És a férfiaknak is meg kell tanulni bizonyos eddig női neki tulajdonságokat. De nem kizárólagosan, hát annál utálatosabb nincs, mindenki egy olyan nyámnyila férfivel találkozunk az életben, olyan tedd ide, tedd oda, nem is tudom, hogy kicsoda, úgy ránézel és már mozgásában is látod. De az se jó, hogy egy nő úgy viselkedik, mint egy katonai parancsnok, hogy betrakol a lakásba és mindjárt kiadja a utasításait. Tehát nem az jelent, hogy úgy kell átvenni a másik nemtől a tulajdonságot, hogy szőröstől bőröstől, hanem azért minden nő tudja, hogy nem árt, hogyha például a munkahelyünkön van bennünk egy kis akaraterő. Ez nem agresszivitás, de átveszünk egy akaraterőt, valamit, amivel tudunk dolgozni. Ez nem árt, hogyha egy férfinek vannak mély érzelmei. Az nem árt, hogyha egy férfi időnként nagyon-nagyon komoly esetben el tudja sírni magát. Az egy csoda. Mikor egy férfi igazán elsírja magát, az Istennek a könyve. De ugyanúgy, amikor egy nő kényszerűségből fölvágja a fát, beviszi, befűt, kifesti a lakást, ellátja az állatokat, mert nincs körülötte férfi, az is egy óriási feladat. Az élet megtanította rá. De attól még a férfi férfi marad, és a nő nő marad. És a családnak az egysége e tekintetben megmondhatatlan. Arra azt is mondják, ugye, hogy tulajdonképpen nekünk már előre haladott embereknek nincs szükségünk arra, hogy nemzetben, hazában gondolkodjunk. Hát én meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy én minden egyes fórumon, hát nem vagyok hordószónok, és a nemzeti szimbólumokat akkor használom, amikor ideje és helye van, de akkor mindig. Én minden egyes fórumon elmondom határozottan, hogy kérem, én szeretem a hazámat. Én szeretem a magyarokat, én szeretem ezt az országot. Én felelősnek érzem magam azért az erdélyiért, azért a kárpátaljaiért, azért a felvidékiért, azért a délvidékiért, akit egy igazságtalan döntés kiszorított az országból. Mert én is lehetnék. Mert én is lehetnék az az Isten gyermeke, aki oda került. Ezt a keresztény ember szeretete is mondja. És még egy dolog, én hiszek abban, hogy nem véletlenül születik az ember, odattól születik. Nem véletlenül vagyunk magyarok, és önök sem véletlenül élnek ebben a nagyobb kedves közösségben és ezen a tájon. Ide tettek minket. Isten nem kockajátékos, ez Einstein, a nagy tudós már egyszer elmondta, ez nem úgy van, hogy egy képzeletbeli kockával hatostól az Úristen valahol a felhők fölött, és azt mondja, jaj, hatos, akit te vész az Egyesült Államokba elnöknek. Egyes, kettes, hát jó lesz ide a szegény kis Kárpát-medencében. Isten nem kockajátékos. Amikor minket elhelyezett, amikor a szüleinken, nagyszüleinken keresztül hosszú-hosszú vérségi levezető úton most éppen az országba hozott, itt adta meg a feladatot. És ezt a feladatot elsősorban itt kell elvégezni. Soha nem értettem meg, aki azt mondja, hogy ez már nem számít, hogy te magyar vagy, vagy nem vagy magyar. Az a fontos, hogy európai vagy és itt élsz a nagyvilágban. Az is fontos. De elsődleges az, hogy én bizony most magyarnak születtem. Én például magyar nyelv nélkül nem tudnék létezni. Hát tessék meggondolni, hogy valójában az első, amit befogadunk, az anyánknak a szava. Nem téletlenül mondják anyanyelvnek. Ha imádkozunk, magyarul imádkozunk. Én szoktam azt is mondani, mert hát ilyen tévelykőek vagyunk mi emberek, hogyha nagyon dühösek vagyunk, és valami csúnya dolog hagyja el a szánkat, azt is magyarul mondjuk. Én még nem láttam embert, aki cifrát mondott volna magyar létére, mondjuk idegenül, még akkor sem, ha idegenben van. Ezen a nyelven szeretünk, és még egy nagyon fontos, ezen a nyelven álmodunk. Egy nagyon kedves literátus barátom, aki emigrációban halt meg, arról panaszkodott irodalmából, hogy akkor kezdte érezni, hogy elvesztette igazán a hazáját, amikor angolul kezdett álmodni. Kérem, figyeljék majd ezt meg, hogy az ember, amikor álmodni, mindig magyarul álmodik. Akkor is, mondjuk, ha megtanul egy idegen nyelvet, mondjuk idegen országban nősül, vagy ott vállal munkát, a
az álmai hosszú-hosszú ideig, amit egész nap más nyelven beszél, de az álmaiban marad, mert az álom az a legtisztább leképzése egy olyan isteni világnak, amiben ide jöttünk. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy magyarok vagyok, és én abban is hiszek, hogy Magyarországnak nagy szerepe van a világban. Ez egy olyan tehetséges nép, hogy nincs olyan csücske a világnak, hogy elmegyünk, hogy ne volna valaki, aki ott egy kis paradicsomot varázsolt valamiből. Én azt hiszem, hogy nekünk éppen Európában volna nagy szerepünk, amikor ebben az Európai Unióban sokkal határozottabban lépünk majd fel a lépménkkel, és érvényesítenénk a saját érdekeinket is. Nincs a világon még egy olyan nemzet, amely annyira szégyeli Európát, mint a magyar. Én ezt megfigyeltem. Szóval szinte fél az ember kimondani, hogy nekünk értékeink vannak, mert úgy tűnik, hogy ezt másoknak az ellenébe csinálná. Na most keresztény ember gyűlöletet nem ismer. Nem teheti azt meg, hogy úgy szereti a hazáját, hogy mások hazáját viszont nem minősíti. Tehát azt soha nem tudtam elképzelni, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor megjelenik Krisztus a világon, akkor ő azt hozza el, hogy Krisztus óta nem csak a bérségben létezik a szeretet. Krisztus előtt törzsi volt a szeretet, leszármazáson keresztül mutatkozott. Azóta az egész világon mindenki, az a mantó léken is, valamilyen módon a keresztván kimulott vérnek egy csöpét ott hordja a saját éjjében. Jézus Krisztus mindenkiben benne él. Mind ember, mind Isten gyermekei vagyunk még akkor is, ha valaki nem jutott ennek a tudatára, de a nagy időben tudatára fog jutni. És ha így gondoljuk, akkor nem lehet olyan, hogy azt mondjuk, hogy csak nekünk magyaroknak van valami feladat, hogy mindegyiknek van. Mi nem azt kívánjuk, hogy a másiknak ne legyen, hanem azt kívánjuk, hogy ami a miénk, ezt hagyják ki teljesíteni. Ezért jöttünk, ez a dolgunk. Itt vannak a gyökereink, olyan fákat akarunk nevelni, aminek a gyümölcseiből mi részesedhetünk, és azután nem csak mi, hanem mindenki, aki általában jöttünk, bizony részesülhetett. Utána azt mondják, hogy de hát talán valóban ez sem fontos, mert hát itt van a globalizáció. És most eljutottunk az egész nagy földtekéhez. Na most ezt a globalizációt, én ezt utálom a legjobban, amit ma annak neveznek. Őszintén kell beszélnem, nem tudok kertelni. Tudnélik, nem arról van szó, hogy a világ szellemi termékei, a különböző embercsoportnak a szellemi vívmányai jutnak el a föld egyik sarkából a másikba, hanem arról, hogy nagyon nehezen tetten érhető tőkés érdekeltségek benyomják a saját érdekeiket a védekezésre gyönge államokba. És az történik, ami tőkés. Ezt kérem, figyeljék meg, ma alapvetően fontos, hogy a magyar ember, amelyik szorgalmas, lelkes és ügyes, az például önállóan tudjon vállalkozásokat kezdeni. Rendkívül fontos, hogy ne a kintről bejövő nagy tőke legelje le az ember elől azt, ami az ő dolga. Rendkívül fontos, hogy ha valaki a cipőjét meg akarja sarkaltatni, akkor ne a Tesco-ba kelljen bevinni hatszoros árért, hanem legyen egy aranyos, tisztes mesteremben minden falunak legyen egy csotogia, mint a régen József Attila írt, aki megjavítja a cipőjét. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy a globalizáció jelenlegi álságos formájában olyan kedvezményeket biztosít mindenkinek, aki messziről jön be, amit a magyar ember nem kap meg. Hát ez nem jó. Ez megint egy a józan paraszti ésszel ellenkező dolog. Az úgy van ugye, hogy hát azért minden nagy elődöm is mindig vágyott arra, hogy azért a világ megtalálja azt a nagy egységet, amire annyira vágyunk, hogy ne legyünk parcellákra szakítva, ne így éljünk emberek. Vörös Martin Mihály például a Vén cigányban, ami az egyik legkeserűbb belse a magyar irodalomnak, mégis nagy lelkierővel fölröptette az egyik verszakasznak a tetejére azt a sort, amit én szerintem minden magyar ember tud, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. És erre vágyik az ember, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Valóban el fog jönni, talán gondolja az ember, amikor megszűnik a földön a vér, megszűnik a csata, megszűnik a viszály, és valóban a krisztusi létezésben egyesülnek.
Igen ám, csak amit említettem, a világ vitorló fejedelme, az a Luciferné rosszabb sátáni erő, amely ugyanúgy sugárzik az univerzumból, mint a jó, az ilyenkor azt mondja az embereknek, akik vágyakoznak valami szépre, hogy ó, kedves barátom, szeretnél egy globalizációt, hogy az egész világot, persze, csak egy gombnyomásra, ülj le a géped elé, nyomd meg, az egész világot van. Ez a sátáni globalizáció, amikor nem arra használod a technikát, amire való, hanem elhiszed, hogy még az Isten keresed, azt is az interneten kell kinevezni. Ez a mai világnak a legnagyobb tévedése, és a legnagyobb baja. Ezt mondja ez a világ vitorló fejedelme, akit Isten majmának szoktunk nevezni, mert szeretné utánozni az Isten, csak mindent ellenkező elvéjel lehet csinálni. Ez ezt mondja a világnak, hogy emberek, hát szeretnétek ilyen? Mit mondtok, hogy majd a ti Krisztusotok? Jaj, mondja a világ vitorló fejedelme. Hát, az nagyon soká lesz. Másrészt pedig ahhoz, hogy az ő oltalma alatt történjen meg, ahhoz meg kell változnotok. De hát nekem nem kell megváltoznotok. Drága, csüggett emberek, nekem jófajtok, sárosan, piszkosan, tudatlanul, pénzmunkságba merülnek, majd én megcsinálom. És ha nem vigyáz a világ, akkor meg is csinálom. Szóval itt a keresztény ember felelőssége, kiteszi a maga stopptábláját, és azt mondja, hogy állj. Vágyunk a világ egységére, hát hogy ne vágynánk? Csak hogy ezt nem így fogják hívni, hogy globalizáció, különösen nem a mai formájában. Nagyon közel jön az emberhez, szinte a szívéből szól ki ez a Jézus Krisztusi vége. Azt mondja, hogy lányom, fiam, ez ami most van, ez egy paródia, ez a csalás. Lesz majd egyszer, amikor a szeretet és a bölcsesség illata legnibe ezt az egész keserves földet, a nagy időben várakozik, de ezt úgy fogják hívni, hogy Krisztusi kommunió. Egyesülés az emberi léleknek Krisztussal. Ezért jöttetek, ennek vagytok a szerint, előzetes, nevezetes névtelenjei, ezért éltek ezen a földön. Ez csak úgy történhet meg, hogy úgy mondjuk Krisztus köpenye alatt egyesül a világ. Nem hogy az embereknek a nagy része, a keresztényeknek a nagy része is valahogy ebben a pénzközpontú, eléggé hatóságra épülő világban nagyon sokan elcsüggettek. És csüggettségükben úgy érzik, hogy mindez hiába való. Hiába beszélünk akár a földgolyó sorsáról, a hazánkról, a családunkról, az egyéni életünkről, utána visszapottyanunk ide, mindenki oda, ahol él, és kicsit vagyunk. Nekem ezt nagyon sokan mondták ebben az országban, a lázas időszakainkban is, hogy tessék megérteni, kicsit vagyunk. Nem tudunk csinálni semmit sem. Nekünk nincs hatalmunk, pénzünk jó szerint annyi van, hogy egyik napról a másikra élünk, hatalmasok játékai vagyunk, nem tudunk semmit sem csinálni. Ez egy megkísérlés. Ezt kell önöknek elmondanom, mert én is megértem. Soha nem beszélek arról, amit legalább kicsi mértékben ne tapasztaltam volna meg. Amikor a rendszerváltásnak az időszaka bekövetkezett, akkor én nagyon nagy reményekkel voltam. Én voltam a Magyar Írószövetség első szabadon választott elnöke, 1200 írónak jövőnek a gazdája, és a magyar írói élet perspektíváit kijelölőknek az egyike. És én akkor tényleg azt hittem, hogy olyan dologra szövetkezünk, hogy elkövetkezik a szeretet, a szépség, a szabadság, szeretni fogjuk egymást. Ha vannak is véleménykülönbségek, nem haragjuk át egymást torkát. Mindenkiről tudni fogjuk, hogy ki, kicsoda. Igaz, azt is gondoltam, hogy aki sok ön volt rúgott, az üljön le a kispadra. Annak nem kell feltétlenül focizni, hogy futballhasonlattal éljek. De azért elképzeltem valami jót. És akkor láttam, hogy milyen, amit az önök legalább úgy látnak, mint én, hogy mi minden történt felül, körülöttünk, bennünk, akkor kicsit én is elkeseredtem. És én is ezt éreztem, hogy hát mit tudok én tenni? Hát nekem sincs hatalma. Legfeljebb rojtosra beszélünk a számat, kiteszem a lelkemet, próbálok úgy élni, ahogyan tudok, de hát ez úgy látszik, hogy nem számít. És akkor történt egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül történt ez sem az életemben, hogy pattogtam a
távirányítóját a televíziónak, nagyon el voltam keseredve, és véletlenül azt a Spektrum TV-n, ahol néha érdekes dolgok vannak, rákattintottam egy beszélgetésre, a közelébe csöppentem, ahol Kalkutai Teréz anyával beszélgetett egy riporter. Na most manapság van egy divat, azt szokták mondani, hogy semmi, hogy úgy helyes, hogyha mindig politikailag korrektül fejezzük ki magunkat, biztos tetszettek hallani ezt a fogalmat, hogy politikailag korrekt. Ez a fogalom, ezt én nem szeretem, mert ez azt jelenti, hogy semmit nem lehet néven nevezni. Mindig valamit körül kell nézni, és a végén már azt se tudjuk, hogy miről van szó. Na, de hát, hogyha ugye ilyen politikailag korrektül kellett volna megneveznem, akkor azt mondtam volna, hogy szőrzetét tekintve kinyilásokkal küzdködő magas ember. De én nem így mondtam, hanem azt mondtam, hogy ez egy ronda, szőrös dromedár. De tényleg olyan volt. És ott volt vele szemben ez az alacsony, pici kis Teréz anya, gondolom némelyeknek még ott van az emléke, egy sarokban mezitláb, olyan volt, mint egy kis összecsopható bolynepke, mindig ott van, becsökünk, beteszünk az imakönyvünkbe, könyvjelzőnek, de csodálatos ember volt. És azt mondja ez a dromedár, azért neveztem dromedárnak, mert rettenetesen pimasz volt. Azt mondja, hogy beszólt ugye Teréz anyának, hogy mai kifejezéssel éljek, azt mondja, hát maga mit akar ebben a világban? Hát nem látja, hogy mi van, ott volt a magyar fordítás ugyanebben a durvában. Hát nem látja, hogy mi van, hogy egy tengernyi a szerencsétlenség, a boldogtalanság, mit akar maga? És akkor történt az a csuda, hogy ez a pici asszony azért, hogy elérhesse a mikrofont, ugye jó van, hogy mellette volt, elkezdett ágaskodni a sarujában, mint egy Prima Ballerina, kis körmeire állt, és is fixelni kezdett, és elérte a mikrofont. Megfogta, és lehúzta magához. És nagyon csendesen azt mondta, nem azt mondta, hogy maga, ami nagyon durva volt ebben a szituációban, hanem azt mondta neki, hogy tetszik tudni. Na ez az a mozdulat, amire úgy hívják fel a világ figyelmét a Krisztus lábmosási jelenetben, amikor Krisztus mossa meg a tanítványok lábát. Ez ugyanazon a nagyvilágunkban, amikor a Teréz anya válaszol így ennek az embernek. Úgyhogy tetszik tudni, én nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a világ igazságtalansága az egy óceán. De tetszik tudni, én és a lányaim naponta elveszünk egyetlen cseppet ebből a végtelen óceánból. Tetszik tudni, ezért én. Aztán visszatoltott a sarkamba. Az én bolond szívem megszégyenült, de meg is könnyebbültem. De én valahogy akkor éreztem azt, hogy nem az a mi dolgunk emberek, hogy óriási csodákat vigyünk végbe. A megváltás megtörtént. Nekünk már ebben a megváltási keretben be kellene illeszteni a mi pici kis életünket. De azt az egy cseppet, hát azt nem vehetjük el. Nem ez a dolgunk ezen a világon. És amikor hazamegyünk, akkor nem áll előttünk ez a lehetőség. De ezt az egy cseppet, a kutyafáját, ahogy mondani szoktam, itt nincs kedved, ezt az egy cseppet naponta el kell venni ebből a rettenetes világi óceánból. Ezért én, ezért kaptuk a lelkünket, az agyunkat, a szívünket, ezért kaptuk a gyerekeinket, a jövőnket, és erre kötelezhetünk. Ilyen egyszerű talán. És akkor jön be az, hogy nagyon sokszor érezzük, legalábbis én néha úgy érzem, hogy ez az úgynevezett világi demokrácia, ez egyelőre olyan játéknak tűnik, mert olyan emberállapotban vagyunk, amikor a döntések nem mindig világosak, és nem mindig jók. De van egy olyan isteni demokrácia, ami mindenkire érvényes, ez pedig az, hogyha az utcaseprő, aki egy kis mellénkében az utcát takarítja, ha egyszer egy nehéz télen eltakarítja a havat egy beteg embernek a háza elől önként, akkor ő elvett egy cseppet a végtelen szerencsétlenség óceánjából, és ezzel olyan előkelő helyre kerül, az Isten mérlegén olyan súlyom, amit lehet, hogy egy haddiplomás érettségi, aki a sarkon eladja a sétáltatásra rábízott kutyát, nem fog tudni megszerezni. Ez az Isten demokráciája. Az, amelyik a legkisebben is megtalálja
azt, amiért a világ létezik. Én ebben hiszek. Amíg én az én édes hazám jobbsorsában hiszek. Én ezekben az emberekben hiszek. Azokban, akik látástól vakulásig dolgoznak, nagyon nehezen élnek, lett légyen az élet bármely területén, szembenéznek a sorscsapásokkal, de tudják, hogy miért élnek. Tudják, hogy kaptak feladatot, és ezt még akarják hajtani. És amikor döntéseik vannak, akkor megnézik, mi jön az Isten felől, mi jön a gonosz felől. És akkor nagyon egyszerűek az igenek is, és a nemek is. Az életkorok szerint pedig minden különböző. Az a helyzet, amiben vagyunk, igazi kereszténységnek ez a csodája, hogy egy olyan világtörténeti fordulatot hozott, hogy megadta az embernek ezt a lehetőséget. Hosszú és nagy előadásnak a témája lenne, hogy milyen volt a Krisztus előtti világ. Nekem szokták azt mondani, hogy na de hát kedves Anna, kedves írónő, hát nézze meg milyen csodál ez a világ. Hát a maga Jézus Krisztus a 2000 év alatt csak ennyit tudott elérni. Akkor azt szoktam mondani, hogy tessék belegondolni, hogyha nem jött volna, akkor mi lett volna a világból. Ezt nem lehet így mérni. 2000 év a türelmes Istennek egyetlen pillanat. És ráadásul mi társteremtők vagyunk. Ez az, amire még nem érett rá az emberiség. Én néha úgy látom, hogy ha megképezhetnék ezt a hatalmas isteni valóságot, akkor ezt semmiképpen sem úgy képzeljük el, hogy egy fehér szakálú öreg úr, aki a meghasadó termő kárpítjára kikönyökön és megdörgő villámokat szól. Ez az Isten egy hatalmas nagy szellemi lény. Az univerzum ura, mi pedig az univerzum polgárai vagyunk, egy hatalmas nagy lehetőséggel, ami úgy szintén ott van az üzenetben, hogy Isten barátai lesznek. Barátokká válni, milyen óriási dolog. De most én úgy látom, hogy az egész emberiségre tekintve, ha megmerném szimbolikusan eleveníteni ezt az istenséget, akkor úgy látom, hogy az Isten sír. Sír, lenéz erre a földre, és látja, hogy mi lett ebből. Mi lett a teremtés gyönyörű tervéből, mit csináltak belőle az emberek. És ma már ott tartunk, hogy nem csak mi imádkozunk, hanem a hatalmas nagy univerzum is, a hierarchikus angyali lények, Jézus Krisztus is talán hozzánk imádkozik, és azt kéri, hogy segítsetek. Emberek, értetek vagyunk, segítsetek. Van egy kölcsönösség a régiek és a földiek között, újra közel kell hozni az eget, nem szabad megvárni, amíg ránk szabad az ég. Ebben a kegyelemteljes állapotban kellene valahogy a kicsi kis életünket élni, abban a tudatban, hogy a leghosszabb élet is nagyon rövid, és a legrövidebb életnek is megvan a maga méltósága és élete. És erre szokták még azt mondani, és ezt már befejezni, és ő mondom, hogy ti keresztények, miért nem bocsátotok meg mindig és minden? Hiszen Jézus Krisztusotok ezt mondta, ez az ő tanítása. Én ezen sokat tűnök. És valóban azt vallom, hogy az a bűntelenül keresztre szánt, az emberért a legporzasztóbb áldozatot vállaló Krisztus rég, valóban azt mondta még a kínzatása közben is, hogy bocsássatok meg neki, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. De ennek a mondatnak két része van. Bocsássatok meg azoknak, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Azoknak a közkínzóknak, akik ott voltak. Bizony a keresztény embernek egy nagy dilemmája, hogy mit csináljunk azokkal, akik tudják, hogy mit cselekszenek. Ott mit tegyünk, és akkor eszembe jut az a Krisztus arc, ugyanaz a Krisztus, aki az evangélium folyamán egyetlen egyszer korbácsot vesz a kezébe, és kiűzi a székesegyház közeléből a kufárokat, a pénzváltókat, az árusokat, mert vigyáz a szentség méltóságára. Ez is Jézus Krisztus. És azt gondolom, hogy a keresztény embernek két dologra kell figyelni, arra, hogy irgalomra mindig készen legyen, ez nagyon fontos, de a méltóságát is őrizze meg. Nem vagyunk a világ lábtörvői. Nem tehetik meg azt, hogy a keresztény emberek úgy gázoljanak át, ahogy néha megpróbálják. Sokszor, hogy úgy mondjam, ember ellenes erő. Ezt nem lehet. Nekünk méltóságunk van, és végtelezen érgalmunk.
Ha ez a kettő vezet, akkor nem hiszem, hogy eltévedhetném. Ha lesz egy, ha az értelmiségünknek a nagy része talán újra rá tud állni arra a gondolatra, hogy a világ nem öncélú, és valamiért jöttünk és megyünk, sokkal könnyebb lesz az egyszerű embernek is. Én úgy vagyok, hogy amikor életemnek a első felében egészen 33 éves koromig nem voltam író, hanem szegény voltam, mint a Tempó Megere, albérletben laktam általános iskolai tanárként, gyerekekkel, életem egy részében egyedül is. Én akkor mindig azért fohászkodtam, hogy Isten, csak legyen valaki, csak találjak valakit, aki talán úgy tud egy kicsit a világról gondolkodni, mint én. A Gellért hegyet körbe gyalogoltam volna békevetésben, hogyha egyszer találtam volna ilyet. Nagyon keves, nagyon-nagyon nehéz volt ez, mert körülöttem csak nem mindenki hazudott. Én azt gondolom, hogy ezeket a szellemi célforrásokat ki kell termelni, meg kell nézni, hogy kinek hihető, és mondja a régi latin közmondás, hogy fides et cui vide, higgy, de nézd meg kinek. Higgy annak, ami a Isten felől jön, de ne higgy annak, aki sokkal ravaszabban és sokkal színesebben esetleg behálózza az életedet. Ez ma a keresztény embernek a felelőssége, és ebben nincs kis ember, ebben nincs nagy ember, nincs híres ember. Én még egyszer mondom, hogy találkoztam olyan öngyerekes parasztasszonyjal, akinek a lába elé le tudtam ülni, együtt tudtam vele nézni a vörösödő eget, amiben megjósolta, hogy másnap szél lesz, aki tudott nekem beszélni a csillagokról, nem a csillagászok nyelvén, hanem a léleknek a nyelvén, és megtapasztaltam a gonosz több diplomásoknak a kígyó hidegség ravasságát is, és tudom, hogy az Isten ítélete hova szól. Azon a mérleg nyelvén a serpenyő hol lesz tele, hol lesz súlyos, és hol lesznek azok, akiket kivettek magukból. Én azt kívánom ennek a kedves közösségnek, ezen a szép májusi napon, tartsanak össze, próbálják meg valóban szeretni egymást, de szeretni az nem egy nyálas érzelem, hanem azt jelenti, hogy felelős vagyok a másikért, és ha úgy érzem, hogy valamiben változtatni kellene, akkor őszintén megmondom. E tekintetben egyről kettőre vigyék az életüket, vigyázzanak ezek az édes gyerekek, akik most odakint játszanak, mert amikor elmegyünk, akkor ezt biztosan meg fogja tőlünk kérdezni egy olyan szellemi lény, aki nem ezen a földi nyelven beszél, adtam neked egy életet, mit csinál? El fognak számoltatni, és ahogy szokták mondani, az elsőből lesznek sokszor az utolsó, a szegeletkőből, amit elhajítottak, abból lesz a oszlopfő, az Isten igazság másképp működik. Én ehhez kívánok önöknek nagyon sok erőt, nagyon sok reménységet, és azt, hogy ha elkezdődik valami ebben az országban, segítsenek neki, amit jó irány. Mielőtt megköszönném ezt a szép bizonyságtételt, talán mindenkiben valahol ott szorong az a vágy, hogy ezután a bizonyságtétel után röviden elcsendesedjünk és imádságban valóban Istenre bízzuk magunkat. Csendesedjünk el és röviden imádságban. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, engedd meg, hogy rád bízzuk most mindannyian a mi életünket. Urunk, szeretnénk rád bízni a mi családunk életét. Drága atyánk, hadd bízzuk rád a gyermekeink életét. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy te mutass célt nekünk ebben a világban. Láttasd velünk küldetésünket, és add, hogy mi is el tudjunk venni naponta egy-egy cseppet ennek a világnak, a szenvedésének mérhetetlen óceánjából. Urunk, arra kérünk, hogy te lelkesíts minket. Vedd el félelmeinket, és ott, hogy félelmeink között beléd kapaszkodjunk, és benned higgyünk. Adj nekünk reménységet, kitartást, adj nekünk szeretetet, türelmet, békességet és irgalmat.
Urunk, kérünk, hogy Te áldjad a mi életünket. Szent lelked által vezess minket. Vezess, taníts és újíts meg, hogy valóban úgy tudjuk megélni tőled kapott életet, lehetőséget, hogy az kedves, szent, méltóságteljes és hozzád illő dicső lehessen. Így kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. Ámen. Most szeretném megköszönni kedvesen a bizonságtételt, és ezt kérném szépen kikapcsolni a törkeit is. Életére, szolgálatára, bizonságtételére, és mindenhol bátorítsa a mi népünket, hogy valóban tudjunk összefogni, tudjunk egységben élni, tudjunk együtt vonászolni.